Szeretettel köszöntök mindenkit, és szokásomhoz szívem, szeretnék egy hangpróbát kezdeményezni, hogy mennyire hallható az, amit beszélünk, mennyire beszéljünk erősebben, a hangon állítsunk-e. Teljesen jó, minden okés. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy a világ minden sarkáról és szegletéről jelen vannak a kedves hallgatók. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a visszajelzését. A mai esti témánk a párkapcsolati konfliktusok és megjelenésük a germánygyógytudomány tükrében, amelyről dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó és germánygyógytudomány terapeuta fog beszélni nekünk. De mielőtt a betegség komor vizeire eveznénk, már így rögtön az elején szeretnék feltenni egy kérdést. Karesz, ez a téma egy kicsit szokatlan. Eddig a szervi betegségekről szóltak a webkonferenciáink. Honnan jött az ötlet, hogy most a párkapcsolati konfliktusokról beszélj nekünk? Hát a múlt héten, február 13-án, kedden, a webkonferencia végén, jóval éjfél után úgy köszöntél el a hallgatóktól, hogy valójában nem egy magyar ünnep vagy szokás a Valentin nap, de jó lehetőség, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy jobban egymásra figyeljünk. Ráadásul február 11-18 között került megszervezésre a házasság hete rendezvénysorozat, amely arra szolgált, hogy kiemelje a házasság és a család fontosságát. Ez a rendezvény Magyarországon 2008 óta kerül megszervezésre, de a házasság hetét 1996 óta már 4 kontinens 21 országában ünneplik. Valóban érdekes, amit mondasz, Karesz, mert a modernnek hívott nyugati társadalom inkább bírálja, vagy temeti a hagyományos értelemben vett családot, a házasságot. A házasság hete rendezvény pedig éppen azt célozza meg, hogy ünnepelje a házasságot. Személyem szerint nekem is tetszik ez a kezdeményezés, de látszólag a házasság egy társadalmi probléma. Az egészség vagy a betegség inkább egy egyéni ügy, egy egyéni probléma. Mégis a mai előadás címe a párkapcsolati konfliktusok és megjelenésük a germánygyógytudomány tükrében. Hogyan kapcsolódnak a párkapcsolati konfliktusok a germánygyógytudományhoz? Nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát 28 éven keresztül akadémikus orvosként dolgoztam, és rendelőben láttam el a betegeimet. Azt be kell látnunk, és be kell ismernünk, hogy az akadémikus orvostudomány már a 19. századtól fogva csak a testtel foglalkozik, különválasztva a test és a lélek működését. Megjelentek azok az elméletek, amelyek a test betegségeit kórokozókkal, stresszel, genetikával magyarázták. Az eredménye mindennek az, hogy a diagnózis felállítása lett a cél. A figyelem fókuszába a betegség került, és nem az a beteg ember, aki tüneteivel, fájdalmaival fordult az orvoshoz, szenvedéseinek enyhítését várva. A germán gyógytudomány felfedezője, dr. Rike Gerdhammer nem is használja a betegség szót, ehelyett értelmes biológiai különprogramokról beszél. A germán gyógytudomány szerint a testi tüneteinkért, legyenek azok konfliktusaktív vagy megoldási szakasz tünetei, egy lelki, érzelmi megrázkódtatás felelős ezekért a tünetekért, amelyet Hammer doktor konfliktusnak nevezett el. Ahhoz, hogy a germán gyógytudomány szerinti konfliktusról beszéljünk, ahhoz annak az érzelmi megrázkódtatásnak teljesítenie kell pár kritériumot, mely szerint az egész konfliktus ugye úgy indul, hogy drámailag, érzelmileg megérintett minket, hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatásról van szó, amit ugye magányosan élünk meg, és benne maradunk a konfliktusba. Ez a lényeg. És a DHS, a Dirk-Hammer szindróma, amit Hammer doktor fiáról nevezett el, tehát a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi szinten fog elindítani egy biológiai választ, amit a köznyelv betegségnek nevez. A konfliktus pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek a körülmények, és ezután a konfliktus nélkül is el tud indulni újra az értelmes biológiai különprogram. Ez az első biológiai természettörvény, amit Hammer doktor a rák vastörvényének nevezett, de senkit sem vezessen félre,
a megnevezés, hogy a rák vastörvénye, mert ugyanez a kiváltó oka minden úgynevezett betegségnek, függetlenül attól, hogy ezt minek nevezzük, ráknak vagy mandulagyulladásnak. Mindegyik kialakulásához szükséges egy DHS, egy érzelmi megrázkódtatás. Ebből kiindulva, tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy melyik életterületen szenvedjük el a legmegrázóbb konfliktusainkat? Hát bizony a magánéletben. A magánéletünk, a kapcsolatunk rendben van, és egy olyan társ van mellettünk, akivel meg tudjuk beszélni a hétköznapjaink problémáit, akkor azonnal elérünk, ha bajban vagyunk, akkor már nem éljük meg a konfliktusunkat magányosan, egyedül, akkor már ki tudjuk beszélni a problémáinkat, közös megoldást találunk ezekre, és így nem maradunk benne a konfliktusba, vagyis nem lesznek olyan súlyosak a tünetek, vagy ideális esetben egyáltalán nem is betegszünk meg. Hát ez valóban csodálatos és egyedülálló, amit Hámer doktor felfedezett. Gyakorlatilag ez alatt azt kell értenünk, hogy az úgynevezett betegségek valós oka egy érzelmi megrázkódtatás, egy DHS, mely a szervezet testi-lelki egyensúlyának megbomlását eredményezi, amelyre az agy és az illető szerv elváltozással reagál, jól értem? Igen, jól érted, de az, hogy melyik szerven indul el az értelmes biológiai különprogram, azt a súlyos megrázkódtatást okozó élmény, vagyis a DHS-nek az érzés tartalma fogja meghatározni, vagy ha úgy tetszik, akkor a konfliktus tartalma. A megélés hatására pedig a sejtekben, a szervekben, az egész szervezetben eltérések alakulnak ki. Ennek a biológiailag meghatározott lefolyása van. Ezeket is részletesen leírja a Hámer doktor, hamarosan ezekről is beszélni fogok. De maradjunk még a konfliktusok megélésének szintjén. Az egyetlen valóság az én megélésem. Ezt nem véletlenül írtam ide a fóliára. Például ugye itt van Hámer doktor példája, ha egy nő az ágyban találja férjét egy másik nővel, az különféle érzelmeket válhat ki belőle. Ugye megélhet egy szexuális frusztrációs konfliktust, miért egy másik nővel bújik az ágyba, és miért nem velem. Ebben a konfliktusban, ha ez nem kerül megoldásra, és mondjuk minden délelőtt 10 órakor a hölgynek ez eszébe jut, ugye nem lett feloldva érzelmileg, akkor ki fogja alakítani a mészájsebet, illetve utána a méhnyakrákot. Aztán van olyan, hogy központi önleértékelési konfliktus, amikor az illető azt éli meg, hogy ő már nem ér semmit az ágyban, mert látottam, amikor kinyitotta az ajtót, egy olyan történetet, amire ő képtelennek tartja magát, és hát ez a konfliktus a szeméremcsontot, a szimfizist fogja érinteni. Aztán az is benne van, hogyha azt éli meg, hogy egy fiatal nővel én már nem tudok konkurálni, mert már teljesen, hát kimentem a formámból, mondjuk így, lehet, hogy van két gyermeke, akkor az ágyéki gerincoszlop, vagy a medencercsont lesz érintve, az ágyéki medencercsont és a gerincoszlopnak a lumbális része, tehát ez mind a derekunk, ahogy mi ismerjük a derékfájást, ez mindig azt jelenti, hogy az önértékelésünkben éltünk meg egy nagyon súlyos önleértékelést. A félelem-undor konfliktus is szóba jön abban az esetben, hogyha az illető hölgy a konfliktus pillanatában egy félelem-undor konfliktust él meg. Mert teszem azt, egy prostituáltal találja a férjét az ágyba, vagy tudok ennél még jobbat, egy másik pasossal. Jaj, ne is mondj! Tehát kirázza a hideg, és megijed, természetesen ez az undor félelem, ez be fogja indítani a hasnyálmirigynek a glukagon termelő alfa sejtjeinek a blokkolását, ezáltal zuhanni fog a vércukor, éhes lesz, és enni fog még akkor is, ha undorodik, mert ugye túlélésről van szó. Aztán nagyon tetszik az, amikor birtokkijelölési konfliktusként él meg valaki egy ilyen történetet, mert akkor egy olasz filmet fognak lejátszani, és akkor hát minden repülni fog az ablakon ki, mert ugye az illető hölgy azt éli meg, hogy a saját fészkébe, a területébe hát illetéktelenek behatoltak, és rendet csinálottan, és természetes, ha ki akarom jelölni a területemet, akkor a hólyagomat fogja érinteni
ez a konfliktus lélek-agyszerv szinten is, ennek az lesz a következménye, hogy kezdetben hólyaghurutjaim lesznek, tehát gyakran megyek vizelni, és nem csipés, nem fáj, és nincs lázam, és aztán, ha ez sokáig fennmarad, akkor a hólyag falának a sorvadása, visszaépítése következtében egy igen komoly hólyag daganat alakul ki. De van egy olyan is, hogy már nem szereti a férjét, neki is van egy párja, és ha nincs konfliktus, nincs betegség. Vagyis itt azt jelenti, hogy nem okozott neki érzelmi megrázkódtatást ez az egész, és ezért nem okoz neki semmilyen biológiai választ. Persze nem azt jelenti, hogy akkor mindenki tartson egy barátot, hogy ilyen helyzetekben legyen mire gondolnia. Nagyon reméltem, hogy ezt mondod. Nagyon érdekes volt ez a példakereszt. Tehát ebből is látszik, hogy nem maguk az élethelyzetek betegítenek meg, hanem az a mód, ahogyan egy konkrét eseményre, vagyis a konfliktusra reagálunk. Ezt külön köszönöm, mert mi emberek önmagunkkal szemben nagyon szubjektívek vagyunk. Azt mondjuk, hogy nincs két egyforma ember, és szeretjük azt gondolni, hogy az egyediségünk a problémáinkban, sőt, még a betegségeinkben is megmutatkozik. Akkor, ha ezt tekintjük, mi is a helyzet valójában? Hát valójában arról van szó, hogy mindannyian egyediek és megismételhetetlenek vagyunk. Természetesen figyelembe kell venni a beteg ember sajátos egyedi élettörténetét, a betegség történetét, szociális és kulturális kontextusba ágyazottságát, a jellegzetes személyiségvonásait, a gondolkodás módját, és még sorolhatnám. Ezek valóban olyan jellegűek, amelyek személyesek és egyediek. Az, hogy milyen eseményre ki, hogyan és milyen intenzitással, milyen erővel reagál, az teljesen személyfüggő. Gyakran egyetlen eseményhez, egyetlen konfliktushoz több megélést is tudunk társítani. De a megélések szintjén biológiailag meghatározott módon indítjuk el a szervi szintű választ. Ugyanaz a megélés, ugyanaz az értelmes biológiai különprogramot indítja el az eszkimónál, mint a trópuson élőknél. Ugyanaz alakul ki fiatalnál, idősnél egyaránt, és vagy férfinál és nőnél egyaránt. A germán gyógytudomány egy nagyon logikus, precíz, kiszámítható tudományos rendszer. Az előbb úgy fogalmaztál, hogy ez az első biológiai természettörvény. Ebből arra következtetek, hogy több is van. Hát persze, hogy van. Hammer doktor 5 biológiai természettörvényt írt le. Az első biológiai természettörvény elmondja, hogy az úgynevezett betegségek kiváltó oka egy DHS, egy érzelmi megrázkódtatás, ami elindítja az értelmes biológiai különprogramot. A második biológiai természettörvény pedig azt írja le, hogy az elindított program szerint miként alakul ki az úgynevezett betegség, és miként áll helyre a rend a biológiában, azaz hogyan gyógyulunk meg. Minden értelmes biológiai különprogram két fázisú, van egy konfliktus aktív, és van egy megoldási szakasza. Ugye, ahogyan a képen is látszik, a normális, megszokott életünkbe egyszer csak belecsap a villám, vagy másképpen az istennyila, ki minek nevezi, tehát egyszerűen megjelenik a DHS, amit itt az első háromszögben látunk, és elindítja a biológiai programnak az első részét, amit konfliktus aktív szakasznak nevezünk. Az ábrán ezt kék szín jelzi. Amikor a konfliktust megoldottuk, akkor indul be a második szakasz, ugye, és ezt megoldási szakasznak nevezzük. Ezt az ábrán piros színnel találjuk meg, és a megoldási szakaszt az úgynevezett epileptoid krízis osztja ketté. Ez látható, hogy az ábrán halványkék felfelé mutató nyíl szimbolizálja. Az epileptoid krízis a gyógyulási szakasz közepén található meg, ez bizonyítja, hogy a gyógyulási szakasz közepén tartunk. Vagyis már túl vagyunk az úgynevezett exudatív fázison, az epileptoid krízis után pedig bekövetkezik a hegesedési vagy restitúciós fázis, amelynek lezártával pedig visszaáll az egészségünk, a normális működésbe lép a biológián. Ez nagyon szép, de egy laikus honnan tudja megkülönböztetni azt, hogy éppen konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban van?
Hát amikor konfliktus aktív szakaszban vagyunk, a szervezetünk egy készenléti állapotot tart fent. Ilyenkor a vegetatív idegrendszer által vezérelt szimpatikus folyamatok vannak túlsúlyban, jellemző ilyenkor a hideg végtag, a csökkent étvágy, csökkent libidó, ha már párkapcsolatokról beszélünk. Ugye ilyenkor nagyon feszültek vagyunk, idegesek vagyunk, sőt ebben a szakaszban jelenik meg a szorongás, az álmatlanság, ilyenkor emelkedik a vérnyomás, a pulzus szám, egy szóval a biológiánk felkészít bennünket arra, hogy képesek legyünk megoldani azt, ami lelkileg nem hagyott bennünket nyugodni. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi ideig ülünk ebben a reakciókész állapotban, mennyi ideig vagyunk konfliktus aktív szakaszban. Ez adja meg a konfliktus hosszát, illetve az sem mindegy, hogy milyen érzelmi intenzitással éljük meg azt a helyzetet, ez pedig a konfliktus intenzitását, erejét adja meg, a kettő pedig a konfliktus tömeget. Amikor megoldjuk a konfliktust itt, akkor átmegyünk a konfliktus megoldási szakaszába, amit itt a kis háromszögben a KM jelez. Ugye ebből a nagyon intenzív szimpatikotóniás állapotból a testünk átmegy tartós vagoton állapotba, és ez a vagoton állapot a vegetatív idegrendszer szabályozása miatt lép föl. Ilyenkor fáradtság, levertség, erőtlenség a jellemző tünet. A biológiánk működésének célja mindig a túlélés és a faj fenntartása, ezt ne feledjük el. Ez vezérli az értelmes biológiai különprogramot, de tőlünk függ, hogy hány darab ilyen programot élünk meg, milyen intenzívek a megélt konfliktusaink, mint ahogyan azt is, hogy ezeket egyáltalán megoldjuk, vagy nem. Milyen érdekes. A harmadik biológiai természettörvény előtt még elmondanám, hogy a krónikus betegségeknek pontosan az az oka, hogy meg se oldjuk a konfliktusunkat, s végig konfliktus aktív szakaszban maradunk, ez állandó sejtszaporodással, sejtsorvasztással vagy működésgátlással jár. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy nem oldottuk meg a konfliktust érzelmileg, csak lekerültünk a sinekről, és ezért van az, hogy újra meg újra indul az egész program, az mindig lemegy a végére, de látjuk, hogy közte vannak olyan szakaszok, amelyek tünetmentesek. Ilyenkor az van, hogy újra és újra ugyanazokat a konfliktusokat éljük meg, lehet, hogy mondjuk nem pont ugyanazzal az emberrel, de folyamatosan ugyanarra a sémára dolgozunk ki reakciót? Hát most attól függ, hogy miről beszélünk. Nyilvánvaló, hogyha egy cukorbetegségről van szó, akkor természetesen, hogy minden ellenszegülés újra beindítja a vércukorszintnek az emelkedését, de hogyha mondjuk egy aggódásról, egy gondozási konfliktusról van szó, akkor teljesen mindegy a biológiám számára, hogy magamért aggódom, vagy az édesanyámért, vagy a gyermekemért, ugyanabban a mellbe fogja újra meg újra elindítani a biológiám a programot. Hát itt most csak a grafikus ábrázolást kérem megjegyezni, hogy amikor valakinek úgynevezett recidívái vannak, vagy attól fél, hogy visszatér a daganatos folyamata, az csak attól lehet, mert nem oldotta meg a konfliktusát. Ha megoldotta, akkor a sinek törlődnek, és akkor nem fog újraindulni. A harmadik lehetőség, amit Hammer doktor függő gyógyulásnak nevez, azt jelzi, hogy valójában itt nem is jutottunk el a megoldási fázis kiteljesedéséhez, epileptoid krízisig se jutottunk el, ezek a kék szakaszok, ezek az újabb és újabb sínre kerüléseknek a történetei, tehát rövid konfliktus aktív szakasz után megint beindul a gyógyulási szakasz, az exudatív fázis az azt jelenti, hogy víz áramlik be a szervekbe és az agyba, és ez fokozza a fejfájást, gyulladásos tüneteink vannak, de fájdalmaink vannak, és ez lesz az állandó gyulladásnak és az állandó fájdalomnak a magyarázata. De a harmadik biológiai természettörvény leírja, hogy mi zajlik le a konfliktus aktív, és mi zajlik le a megoldási szakaszban. Ahogyan már arra utaltam, ugye,
vagy sejtet építünk, vagy sejtet bontunk, vagy működést változtatunk. A biológiánknak ez a három módja van arra, hogy reagáljon a konfliktusokra. És azt is tudni kell, hogy a megoldási szakaszban viszont pont a fordítottja történik annak, ami a konfliktus aktív szakaszban volt. Tehát természetesen, ha a túlélés érdekében sejtet szaporítottunk, akkor ezeket a sejteket le fogjuk bontani a megoldási szakaszban, gyulladásos folyamatok kíséretében természetesen. Ha viszont sejteket sorvasztottunk a konfliktus aktív szakaszban, akkor azt jelenti, hogy ezeket meg vissza fogjuk építeni gyulladásos folyamatok kíséretében a megoldási szakaszban. Ha pedig egy bizonyos funkciót, egy működést gátoltam, blokkoltam, akkor természetesen, hogy ezt fogom visszaállítani a megoldási szakaszba. De mi határozza meg ezeket a folyamatokat? Minek függvényében indul ez a rendszer el? Hát az, hogy melyik szervünk fog konfliktus aktív szakaszban sejtet bontani, vagy sejtet építeni, azt pontosan az embriológia tisztázza számunkra, vagyis a fejlődés történet. Az egyetfejlődés korai szakaszában azt mindenki tudja, hogy megtermékenyül a petesejt, ugye? És ez osztódásnak indul. Az osztódás következtében létrejön a három csiralemez, itt három színnel, sárga, narancs és piros színnel jelölve, és endoderma, mezoderma, ektoderma, vagy magyarul belső csiralemez, középső és külső csiralemez. Ezekből a csiralemezekből alakulnak aztán ki az egyes szervek, szövetek, természetesen biológiailag meghatározott módon. Ez alatt azt kell értenünk, hogy az endodermából, a belső csiralemezből csak bizonyos, előre meghatározott funkcióval, feladattal rendelkező sejtek, szövetek, szervek keletkeznek. Ezek az endodermális eredetű sejtek, szövetek életünk egész végéig ugyanúgy endodermális válaszsal reagálnak a konfliktus aktív szakaszban, tehát mindig sejtet építenek, aztán bontunk. Ez annyit tesz, hogy például egy vastagbélsejt konfliktus aktív szakaszban mindig felszaporodik, és a megoldásban természetesen lebontjuk a felesleges sejteket. Nem is tud más tenni erre, van beprogramozva, nem tud másként működni, és nem tud csiralemezt vagy működési elvet változtatni. Hát ne haragudj, kérlek, de itt meg kell állnunk egy pillanatra. Azt mondod, hogy ez embriológiailag előre meghatározott folyamat. De akkor mi a helyzet az áttéttel? Nagyon jó kérdés, ám, mert doktor éppen ezzel a felfedezéssel bizonyította, hogy nincsenek áttétek. Az, hogy a rákkal diagnosztizált betegek esetében a diagnózis után bizonyos idő elteltével újabb rák jelenik meg, az csak annak köszönhető, hogy az első diagnózis után megél egy második konfliktust, harmadikat, negyediket, ugye nem kell túl nagy képzelőerő ahhoz, hogy elképzeljük, mit érezhet egy ember, amikor szembesítik azzal, hogy egy rosszindulatú, gyorsan növekvő rákos sejt szaporulat van a testében. És még ezt gyógyíthatatlannak is nevezik. Tehát ez egy újabb konfliktus, egy újabb értelmes biológiai különprogram, és azáltal csak szaporodnak a konfliktusok. A csiralemezeknek az érintettségét pillanatnyilag nem részletezném, ez minden egyes történetben, minden webkonferencián el lett mondva, és az öt biológiai természettörvényből ez megnézhető. Nos, a negyedik biológiai természettörvény leírja azt, hogy a testünkben jelenlevő mikroorganizmusok, ugye nem az ellenségeink, hanem épp ellenkezőleg ezek testünkben a gyógyulás során végbe menő folyamatok segítői. Minden csiralemeznek megvannak a maga segítői, ahogy ezt itt látjuk Hammer doktornak a rajzán. Ezek is embriológiailag előre meghatározott helyen jelennek meg, például a gombák, itt van, csak az endodermális programok lefolyásánál tudják segíteni a biológiát, az ektodermájét nem. Tehát az, hogy bizonyos szöveti elváltozások helyén valóban találunk gombákat és baktériumokat, még korán sem jelenti azt,
hogy ezen elváltozásokért ők lennének a felelősek, ugye? Valójában méltatlanul bánunk ezekkel a segítőkkel, hiszen ezek gyakran már a konfliktus aktív szakaszban elkezdenek felszaporodni, szinte készenlétben állnak, hogy abban a pillanatban, amikor meg is oldjuk a konfliktust, már is tudjanak azon dolgozni, hogy minél hamarabb helyreálljon a biológiánk egyensúlya. Ennek ellenére az akadémikus medicina éppen őket nevezi ki ellenségnek, amit tűzzel-vassal kell írtani. Szeretném, ha megértenénk ennek a súlyát, gondoljunk egy egyszerű példára, mondjuk egy lakástűzre. Minden ilyen tűz esetnél megjelennek szirénázva, villog a tűzoltók. Így van? Igen. Halljuk a tűzoltó sziréna hangját, és tudjuk, hogy valahova bevetésre mennek a tűzoltók. Valahol tűz van. Minden tűz esetkor a tűzoltók is jelen vannak. Ezért az előbbi hibás algoritmus alapján azt a hibás következtetést tudnánk levonni, hogy éppen az ő jelenlétük okozta a tüzet. Aztán. Ugye senkinek se jut eszébe ilyen ostobaság. Nem kéne lelőni a tűzoltókat, ha a tüzet mennek oltani, nem? Isten őrében. Na, hiszen éppen azért vannak ott, mert készenlétben álltak, hogy amikor kell, tudjanak oltani. Nos, így viselkednek a mikobaktériumok, vagyis gomba baktériumok, itt látjuk őket ábrázolva, amelyek már konfliktus aktív szakaszban felszaporodnak, megfelelő számban, de inaktívak maradnak addig, amíg a konfliktust meg nem oldjuk. Tehát minden agyi parancsra történik, ezt ne feledjük el. Megoldási szakaszban viszont segítenek a gombabaktériumok, illetve a gombák lebontani azt, ami már felesleges. Tehát elmondható, hogy minden egyes sejtem, az egész biológiám nem ellenem, hanem értem dolgozik, csak nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, mit tesz a biológiám, én értem. A megértés törvénye, ugye, a megértést, a quintesszenciát, az ötödik biológiai természettörvény jegyzi le, az ötödik természettörvény végre visszaadja a már szinte teljesen elveszettnek látszó emberi méltóságunkat. Mert az embert a germán gyógytudomány nem csupán egy vegyi elemekből álló halmazként tekint, amely elkopott, kiszakadt, eldugult, rossz alkatrészekből áll, ami sokszor önmaga ellen fordul, az autoimmun betegségek, amely úgymond gyártási hibával rendelkezik, lásd genetikailag öröklött betegségek. A germán gyógytudomány ismeretében pontosan tudjuk, hogy milyen érzelmi megrázkódtatás, milyen szervi szintű elváltozást jelent, ennek az agyban hol képződik lenyomata, amit Hammerigósznak nevezünk, és mindez hogyan fog lezajlani és helyreállni. Az úgynevezett betegségeket az érzelmi megrázkódtatás egy DHS indítja el, és meg kell értenünk, hogy a DHS pillanatában megjelenő érzések és gondolatok meghatározzák, hogy az értelmes biológiai különprogram milyen szervet fog érinteni. Vagyis az EBK-nak, ha úgy jobban ismerjük a betegségeknek, ugye biológiai értelmük van, és ez itten a quintessencia lényeg, az ötödik törvénynek a lényege, mindennek értelme van. Ugye a germán gyógytudomány legszebb ajándéka pontosan az, hogy megtaláljuk ezeknek a programoknak az értelmét. A természet megoldást ad arra, hogy az egyén egy különleges kihívás leküzdésére újra egészségessé, még ellenállóbbá legyen. A germán gyógytudomány az nem rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek a nemtől, a kortól, etnikai hovatartozás, iskolázottság, családi állapot, testtömegindex, stb. Tehát azoktól a tényezőktől, amelyekre az akadémikus orvoslás egyfolytában figyel, és amihez viszonyítja a dolgokat. Ezek az úgynevezett betegségek viszont attól függnek, hogy a hány fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásom van, melyik van konfliktus aktív, melyik van megoldási szakaszban, és illetve, hogy a konfliktusokat milyen mennyiségben halmozom, mert ez még befolyásolja a személyiségünket, a viselkedésünket, sőt a hangulati változásainkat is, tehát mindennek oka és biológiai értelme van. A germán gyógytudomány a
fel nem oldott érzelmi konfliktusok feltárásával valójában az okokat oldja meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. Nem szükséges állatkísérlet, mert az állatok programjai nem vihetők át az emberre. Az öt biológiai természettörvényre épül, amit, és az embriológiára, már pedig embriológiában minden orvos vizsgázott. Na most valóban tudomány, mert reprodukálható, mint mondtam, minden embernél ugyanaz a konfliktus, ugyanaz fogja elindítani. Nincs olyan, hogy 20%-nál előfordul, 80%-nál nem fordul elő. Egyszerű, logikus és könnyen megérthető rendszerről van szó, csak hogyha nem tudom érzelmileg megoldani a DHS-t, akkor szenvedhetek tovább okosan. A konfliktusok agyi szintjeit szeretném itt bemutatni még. Agytörzsi szinten a falat konfliktusokat oldjuk meg, kisagyi szinten a támadási konfliktusokat, bemocskoltságot, és a gondozási konfliktust, agyvelő szinten az önleértékelést, agykergi szint pedig az elválasztási konfliktusokat, birtokkonfliktusokat, és még egyéb konfliktusokat old meg, természetesen itten ezekről a típusú konfliktusokról kell beszélnünk, még akkor is, ha párkapcsolati dolgokról van szó. Azt hiszem, hogy éppen azért fontos, hogy a párkapcsolatokról beszélünk, illetve nagyon fontos, hogy a párkapcsolataink a szereteten és a harmónián, a kölcsönös megértésen alapuljanak, mert sokkal könnyebben oldunk meg ketten, közösen egy konfliktust, mint ahogyan azt egyedül tehetnénk. Arra kérem Önöket, kedves hallgatóink, hogy most dőljenek hátra, egy picit élvezzék azt a képet, amit kivetítünk. Nézzék meg, hogy mennyire jellemző ránk ez a kép. Azt is szoktuk mondani, hogy a párkapcsolatunk, ami tükörképünket jelzi. Gyakran tapasztaljuk azt is, hogy akár évekig ki nem beszélt, meg nem oldott, érzelmileg át nem alakított konfliktusok gyökere gyakran a párkapcsolatban keresendő. A párkapcsolat a saját szolgálatába állítja minden test és lelki működésünket. Befolyásolja a gondolkodást, a figyelmet, az emlékezést, a képzeletet, az érzékelést, hat az akaratunkra, a személyiségünk minden rétegét és elemét megmozgatja. A megfelelő szerep, a megfelelő feladat átrendezi, átalakítja az életünket. Tesszük mindezt úgy, hogy közben észre sem vesszük ezeket a folyamatokat. Sokszor még csak nem is tudatosítjuk ezeket a változásokat. Bizony, hatunk egymásra, és ezek a kölcsönhatások észrevétlenül alakítanak, változtatnak bennünket. Megváltozik közben a dolgok jelentése, amíg bizonyos dolgok a kapcsolat fényében teljesen új jelentést kapnak, addig más dolgok, amelyeket egyedülállóként éltünk meg, életünkből valahogy kikopnak, már nem tűnnek fontosnak. Elvesztik idővel a jelentőségüket. És így az egész ember viszonyulási rendszerében alapvető változások lépnek fel. Ezt az átalakulási folyamatot viszont nem egy lezárt folyamatként kell tekinteni. Nem zárul le a változás a kapcsolat létrejöttekor, sem az anyakönyvvezető előtt, vagy az oltár előtt nem érnek véget a mentális, a gondolati és az érzelmi átalakulási folyamataink. A kapcsolatunkban ez a változás nem hoz létre egy állandó, stabil állapotot, hanem a párkapcsolat megteremti a folytonos változás feltételeit és lehetőségeit. Ha jó párkapcsolatot szeretnénk elképzelni, akkor leginkább egy hatalmas folyóként tudnám leírni. Minden folyó először csak egy kis patak. A fennmaradásáért meg kell küzdenie minden útjába kerülő kavicssal, faággal, az időviszontagságaival. Néha gyors folyás jellemzi, máskor pedig sejtelmesen megbújva lassan csordogál tovább. Bizony előfordul, hogy mocsaras, ingoványos területeken visz át az útja,
gyakran fenyegeti a kiszáradás veszélye, de valahogy mindig sikerül új erőt meríteni abból, amit a környezeti erők lehetőségképpen elé hoznak. Tehát a folyó nem ijed meg a viharoktól sem, mert tudja, hogy ez is érte van, az ő javát szolgálja. Amit idővel egyre nagyobbá duzzad, annál nagyobb erővel alakítja át a medrét, annál több kanyarulatot ír le. Előfordul, hogy sziklafalak keresztezik az útját, de ezek nem a végső állomást jelentik, hanem csak egy pillanatnyi időpróbát, mert ugye tudjuk, hogy a víz halad, a kő marad. Azt is tudjuk, hogy minden nagy folyó hatalmas utat jár be. Néha örvényeken, vízeséseken halad keresztül az útja, és folyás irányában lát pár hiába éneklő sellőt, vagy pár minden kalandra elszánt aranyásót, de egyik sem tántorítja el attól, hogy a célját elérje. Persze van, hogy néha túlárad, de olyan is van, hogy csak csendesen visszahúzódik a medrébe, és lassú sodrású langyos vizének, a kisgyerekek lubickolnak, örülnek kacarászva. De bármilyen kellemes, és ez az idilli állapot a folyó nem áll meg, nem szűnik meg folyni. Nem mondja azt, hogy köszönöm szépen, nekem ennyi elég volt, most már csak annyit szeretnék tenni, hogy teret engedek a lubickoló gyerekeknek, és az életem végéig csak a bárányfelhőket fogom visszatükrözni, majd itt szépen megállok, aztán várom a teljes kiapadást. A folyó természeténél fogva örök mozgásban van. Elindul valahonnan, valahová. És a végcél, a teljes feloldódás, az óceánnal való egyesülés. De még így sem szűnik meg létezni. Mert bár lehetünk csupán egyetlen csepp a tengerben, tudnunk kell, hogy nélkülünk egy cseppel sekélyebb lenne a tenger. Valahogy ilyen a párkapcsolat is. De hogyan tudunk a párkapcsolatról beszélni? Hogyan lehetséges ezt megérteni? Hogyan lehetséges sematizálni, elvonatkoztatni és általánosítani? Ha a párkapcsolat maga jellegénél fogva nem tűr korlátokat, nem tűr kereteket, a skatujákból, a szűk általánosításokból szüntelenül kitörni vágyik. Remélem, sikerül ennek a megfoghatatlan és csodálatos dolognak, amit párkapcsolatnak hívunk. Remélem, sikerül megmutatni azt az oldalát is, amely a testünk és lelkünk egészségét szolgálja, és az esetleges testi betegségeinkre jogi gyírként tudhatni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a párkapcsolat fogalma annyira tág, hogy az egész germán gyógytudomány bármelyik, sőt, mindegyik értelmes külön programja meg tud jelenni benne. Igen. Beszélnünk kell mind a három csíralemez szinte minden konfliktusáról. Természetesen számolnunk kell azzal is, hogy az emberi élet eseményeit nem tudjuk leltárba venni, bár igyekszünk ezekből minél többet bemutatni. Ezért most nem fogunk hosszasan elidőzni egy-egy betegségnél. Ugyanakkor kérem azt is nézzék el nekünk, hogy a teljességre való törekvésünknél fogva valamilyen keretet kell adnunk ennek az előadásnak, sőt, előadássorozatnak. Hosszasan tanakodtunk, hogy mire térjünk ki először, a testi tünetekre, vagy arra, hogy ezekkel miként tudunk a legkönnyebben megbirkózni. Beszéljünk arról, hogy mi a párkapcsolat, hogy mitől működik, vagy netán mitől nem. Arról, hogy miként jön létre, melyek az alappillérei. Hogy mi tartja a kapcsolatunkat életben. Vagy netán arról beszéljünk, hogy mitől sekélyesedik el. Azt is be kellene mutatnunk, hogy melyek a tartós párkapcsolat pillérei. Hogyan erősíthetjük meg ezeket? De azt is szeretnénk önöknek elmondani, hogy milyen hatással van a betegség a párkapcsolatra.
hogy mire kéne odafigyelnünk. Bizony a párkapcsolat alakulása a diagnózis után teljesen új és ismeretlen irányokat vehet. Feltehetjük azt a kérdést, hogy vajon kinek nehezebb? A betegséggel küzdőnek, vagy a szenvedést látó családnak? Mit tehetünk, vagy egyáltalán mit ne tegyünk? Mire lehet szüksége a betegnek egyáltalán? Milyen erőforrásaink vannak az ilyen esetekben? Vagy vannak-e netán rejtett tartalékaink a kapcsolaton belül, amelyeket egy negatív diagnózis előhívhat? Ugye nézzünk szembe a betegséggel. Milyen megküzdési stratégiáink vannak? Lehet-e ezeket a gyógyulásunk szolgálatába állítani? Erről és sok másról szeretnénk beszélni, éppen ezért úgy döntöttük, hogy egy remélhetően minden kérdést átfogó előadássorozatot kezdünk. Az első részekben a konfliktusokra fogunk koncentrálni a csíralemezek szerint. Igen, tisztában vagyunk azzal, hogy az emberi érzelmek nem vegytiszták. Nem lehet kategóriánként, csíralemezenként az életet felfogni. Tudjuk, hogy az életünket mindhárom csíralemez szerinti konfliktus tarkíthatja. De szeretnénk, ha önök ezzel az előadássorozattal egy könnyen értelmezhető, áttekinthető rendszerben látnák a testüket, kapcsolataikat, saját és gyermekeik életét. Ezáltal teljes szívünkből kívánjuk, hogy minden elhangzott szó az önök testi, lelki egészségére váljék, és legyen ez a párkapcsolatuk még jobb átételének legeslegelső, ám nem utolsó lépése. Az előadás sorozat utolsó részében igyekszünk átlépni majd ezeket a kereteket, és egy más, de már nem betegségnek központú megközelítésből megnézni, mindezt kapcsolatjobbító célzattal és szándékkal. Remélem, hogy nem csak önöknek, hanem a kedves párjuknak is pozitív változást fog ez az előadás sorozat az életükbe hívni. De evezzünk vissza a germán gyógytudomány vizeire. Nézzük meg, hogy miről fogunk ma beszélni. Arra kérem Kareszt, hogy sorolja fel, hogy melyek lesznek azok a konfliktusok, amiket az előbb említett agytörzsi irányítás alatt állnak. Kareszt egy összeállítást készített a mai este tárgyalandó témákról, melyek a következők. Hát megvan a előadás sorozatnak a teljes vázlata, és most csak a mai estének a vázlatát fogom bemutatni, a teljesség igénye nélkül természetesen, és nyilván ezeket a germán gyógytudományban falat konfliktusoknak nevezzük, de hát van a falat konfliktusnak párkapcsolati jellege. Ugye a pajzsmirigy program valójában, hogy túl lassú vagyok a másik meghódításában. Mandulák, gyomorsav, vékonybél, vastagbél, tüdőszövet, vesegyűjtő csatorna, sőt, szivárványhártya, tudjuk, hogy az egy bél, módosult bél darab. A prostata, méhnyálkahártya természetesen, valamint a mézomnak a túlszaporodása, mioma, ez mind ebben a szemléletben kerül bemutatásra. Szeretnénk, hogyha ez a mai előadás egy kicsit emberközelibbé hozná, tehát inkább a megélésekre fogunk fókuszálni, igen, mint a betegségekre, hiszen itt felsorolt 11 értelmes biológiai külön program van, ami azt hiszem, hogy ezekről több előadást tartottunk már, itt most csak pont annak a jellegét szeretnék megmutatni, hogy ezek a konfliktusok a párkapcsolatban hogyan jelennek meg. Hát a változásokról beszéltünk. Tehát a változásokat mi emberek azért nem szeretjük. Alapvetően mindannyian a stabilitásra és a változatlanságra vágyunk. En mögött az a félelem áll, hogy félünk az ismeretlentől, a változásoktól. Gyakran említett Kareszt azt a mondatot, hogy
jobb félni, mint megijedni. Igen, Pontosan a fordítottját. a fordítottját Igen. igyekszed a hallgatóknak megmutatni, hogy jobb bízni, Jobb mint bízni, mint félni. félni. Így van. De mégiscsak az ismeretlentől, a változástól néha tartunk. Csupán egyetlen egy dolgot veszítünk el ilyenkor a szem elől, hogy mi mindig a változatlant, a stabilt keressük, de ami változatlan, az élettelen is Így egyben. van. Amikor mondjuk eljutunk a teljes állandósághoz, ahhoz az állapothoz, amikor valójában nem történik semmi, de tényleg az a nagybetű semmi, akkor feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy valóban erre vágyom én életem végéig? Ez már innentől unalmas. Hát a válasz rendszerint nem, és ekkor próbálom mindenáron változtatni. Na, ilyenkor készül el ebben az időszakban az életünk nagy leltárja, hogy mit sikerült elérni, és mit nem, és bizony néha az egyenleg nem szívderítő. Hát igen. Amikor elég sok időtelt el ebben a boldogtalanságban, ebben a folyamatos semmiben, a magányosságban, akkor valahogy felértékelődik az idő fogalma. Mert már lassan túl vagyok a harmadik vagy sokadik X-en, és még mindig egyedül. De kell egy társ. De már nem tudom, hogy hogy kell ezt csinálni. Annyira kellene nekem egy társ, mint az éhezőnek egy falat kenyér. De azt is belátjuk, hogy előfordulnak olyan élethelyzetek, amikor azt gondoljuk, hogy a már minden valamire való nagy ő pára talált, és én túl lassú vagyok ahhoz, hogy találjak magamnak egy partnert. Amikor ez a helyzet fennáll, mondjuk a sokadik eredménytelen próbálkozás után konfliktusként élem meg az, hogy túl lassú vagyok, akkor a pajzsmirigyemmel reagálok. Így van. És konfliktus aktív szakaszban fogjuk a pajzsmirigy állományát felszaporítani, megoldási szakaszban jön a lebontás, gyulladásos tünetekkel, de természetesen, hogyha ez a folyamat függő gyógyulásba megy át, vagyis folyamatosan a gyógyulási szakaszban tengek, akkor kialakul a pajzsmirigy elégtelenség. A konfliktus aktív szakaszban még pajzsmirigy túlműködés van, ilyenkor a TSH is magas, ugye a tiroid stimulátor hormon, ha pedig megoldjuk, akkor természetesen a felesleges sejtek is le fognak bomlani. Ez nagyon érdekes helyzet, mert hajtok, teperek, hogy végre megtaláljam a társam, és amikor megvan, akkor puf, neki beteg vagyok. Akkor lebetegszel. Sőt, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy autoimmun, Hashimoto tireoiditiszed van, mert hát már annyi antibiotikumot szedtél a falat konfliktusaid miatt, mondjuk mandulagyulladásokra, hogy már nincsenek benned a segítőid, hogy a felesleges sejteket lebontsa a megoldásban. Tehát az immunrendszered lesz aktiválva ahhoz, hogy lebontsad azt, amire már nincs szükség. Tehát a Hashimoto tireoiditis is gyógyítható, le kell állítani végre a programot, és akkor nem lesz ez a krónikus gyulladás. De én azt hiszem, hogy a pajzsmiriggyel kapcsolatban az összes többi részletet elmondtuk egy külön webkonferencián. Így van, de mi van akkor, mi történik akkor, hogyha nagyon megszeretném kapni őt? Tehát úgy vágyok rá, mint az éhező egy falat kenyérre. Hát akkor jön a mandulád. Ugye volt ilyen történetünk, hogy 9 éven keresztül szeretett volna az illető valamit nagyon megkapni, és 9 év alatt egy akkora mandula szövetszaporulatot épített fel a páciens, hogy annak a lebontása igencsak kellemetlen volt. Képzeljük el ezt a kék szakaszt 9 éven keresztül folyamatosan növekvő sejt. Ugye a manduláinkat a biológiánk többek között arra használja, hogy elkapjuk a falatot, és láthatjuk, hogy konfliktus aktív szakaszban meg fog duzzadni, majd a megoldási szakaszban jön a lebontása gennyel és mindennel, ahogy ezt minden mandula gyulladásos már ismeri. Az előző fóliában a mandulák túltengésénél és lebontásánál azt írt a zárójában, hogy meg szeretném kapni őt, és amilyen van. Én ezen egy kicsit úgy méltatlankodtam, hogy hát kicsit azért megfekszi a gyomrunkat az, amikor rájövünk arra, hogy az, amink van, fontosabb annál, amik vagyunk valójában, és azért ez nagyon megemészthetetlen történet lehet, ha rájövünk arra, hogy gyakorlatilag a
kapcsolatunk csak az anyagi javak megszerzéséről, a kihasználásokról szólt. Igen, itt jut eszembe az, hogy a tárgyakat használni kéne, és az embereket szeretni, és nem fordítva. Tehát természetesen, amikor folyamatosan egy olyan történeten akadtam fel, ami megfeküdte a gyomromat, akkor ehhez hát gyomorsavat kell, minél többet termeljen a biológiánk. Hisz mondtam, hogy a konfliktus aktív szakasz arról szól, hogy amit lelkileg nem tudok megoldani, jön a biológiám segíteni. Mit csinál? Mit tud tenni? Hát még több gyomorsavat termelni. De hát azt csak itt lehet megoldani a gyomornak a nagy görbületén, és lesz egy csomó sav a konfliktus aktív szakaszban. Igen, de megemészhetetlennek érezhetem mondjuk az anyósom megjegyzéseit. Banális szóval példát próbálok előhozni a megértéshez. Legyen ez egy olyan párkapcsolat, amiben az egyik félnek már volt egy előző házassága, és az anyós, a párom édesanyja mindig összehasonlít, hogy bezzeg az icuka. És természetesen, hogy akkor szólni nem szól, de rágódik rajta, ugye? És utána már elég meglátni az anyós simként, már a gyomor rögtön beindítja a folyamatot, és hát természetes, hogy gyomorsav túltengéssel kezdődik. De mi van akkor, hogyha ennek a társnak van mondjuk 2-3 kiskorú gyerek, akit rendszeresen látogat, és azt a kevés kis szabadidőt, amit együtt tölthetnénk a párral, azt valahogy úgy sikerül beosztani, hogy nekem kevesebb jut belőle. Hát akkor majd a vékony belünk is fog rá reagálni. Pillanat, az idébb van. Igen, a vékony belünk fog reagálni rá, mert a vékony bélprogram már azt jelenti, hogy ami oda került, az már tényleg az enyém. Tényleg az enyém, és ha viszont azt élem meg, hogy de nekem kevesebb jut, ugye akkor beindul a Crohn betegség, de ugyanez megtörténhet akkor is, ha mondjuk az, hogy hát egy illegális kapcsolatról van szó, és hát a hölgy azt éli meg, hogy az ünnepek alatt azért a párja mindig a családjával van, és nekem ebből a pasasból kevesebb jut, mint a családjának, és csinál magának ileitis terminalis, azaz Crohn betegséget. De nézzük meg a májat is, mert ugye azt kezdted mondani, hogy etetni kell a gyerekeket. Igen. Na hát, ha etetni kell a gyerekeket, és attól tartok, hogy éhen halnak, akkor beindul ugye a májnak a programja, mert hát ott van az, hogy az éhenhalással kapcsolatos programokra viszont a máj fog reagálni. Na most a májról tartottunk egy külön előadást, és nehéz itt szétszedni a májnak a szövetét az epe kivezető csatornától. Általában azért a dolgok együtt jelentkeznek. Azt mondod, hogy a májat az éhenhalás konfliktusa érinti. Ezt az előbb mondtad, hogy mi van, ha éhenhalnak a gyerekek, de most ugye a történetnél maradjunk, és próbáljunk valamilyen ívet adni ennek a történetnek. A második pár, vagy a második feleség érezheti azt, hogy annyi gyerektartást kell fizetni a férjének, hogy igen. Ez azért az ő kasszájukat nagyon megnyírbálja, igen. Illetve ha mondjuk ez az úriember, most nevezzük így, bocsánat, kedves urak, de nem tudok csak nőként gondolkodni, mondjuk ha ez az úriember minden jövedelmét a gyerekeinek adja át, akkor érezhetem azt, hogy hát mi alig élünk, alig tudunk valamit egyről a kettőre lépni, éhen fogunk halni, ha ez így működik. Igen, ez is már egy program? Ez is my program, tehát mindig, ahogy ezt kivetítettem, az egyetlen valóság mindenkinek a saját megélése. Akkor, hogy a szépítsek egy picit az uraknak, is mondanék egy példát, ha mondjuk az új feleség nem tud főzni, és folyamatosan üres a hűtő, semmit... Ez direkt éhenhalási konfliktus. Igen. Ez is egy ilyen jellegű, hogy éhenhalunk. Pontosan. Ugye a túléléshez kell táplálék, kell levegő és víz. Úgyhogy
levegőt, vizet azért könnyebben kapunk, mint táplálékot, tehát hogyha az ember folyamatosan nem jut hozzá ahhoz a táplálékhoz, amire szüksége van, hát akkor ezt fogja megélni. Na most akkor a pillanat, a beleket azt elmondtam, és akkor hát szóba jön a következő történet, ugye, hát amikor az egészet, mondjuk ezt a második házasságot, ezt úgy éli meg valaki, hogy igen szarul érzi magát a történetben, vagy éppen a felesége tesz egy olyan megjegyzést, amitől ő szarul érzi magát a családra vonatkozólag, a dolgok szétosztását vonatkozólag, teljesen mindegy, azért vannak olyan élethelyzetek, amiket nem fog az ember, hogy is mondjam, magányosan, magába fordulva mondja el az egészet, és akkor jön az, hogy konfliktus aktív szakaszban felszaporítjuk a vastagbél nyálkahártyáját, most lehet többnyire a szigma belen, de a legszorosabb ugye a végbelet érinti, de ezek mind-mind kakival foglalkozó dolgok, és hát a megoldásban jön a lebontás, gyulladással, vérzéssel, gennyel. Sajnos rengeteg kapcsolatunkban a kapcsolat végén megjelennek bizonyos szemrehányások. Hogy te nem voltál jó, hogy csak úgy tettem, mintha. Ezek olyan ocsmány történetek, igen. Hát nyilván a kapcsolat megszakadásakor, ezek annyira ocsmány és annyira aljas, alattomos, alávaló történetek, amelyekben a kicsinyes bosszúból kimondott szándékos fájdalom okozási célzattal kimondott mondatok, szavak nagyon sokszor ilyen konfliktusokat indítanak el. Rengeteg olyan történetet hallottam uraktól, ahol az elváláskor a kapcsolat nőtagja nagyon csúnya módon, aljas módon próbálta ezeket a történeteket lezárni. Te egy szaralak vagy. És ez az egy mondat indított el végbélrákot az egyik paciensnél. Tehát ennyire komolyan vette, élte bele magát, és mindig mondom, a kérdés az, hogy hogyan éljük meg az adott történetet. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor egy ilyen nagyon csúnya válás, szétválás után megjelenik az egyik félnél valamilyen betegség. Mondjuk egy diagnózist kap, akár egy bármilyen rákról. Mi a legelső gondolat, de hogy meg fogok halni, egyedül maradtam, nincs senki, aki segítsen. Mondjuk egy halálfélelem az hol okoz programot, Karesz? Hát a halálfélelem az mindig a tüdőben fog programot okozni, és a lényeg az, hogy kiről szól a halálfélelem. Mert ha saját halálomról van szó, akkor attól félek, hogy én halok meg, ugye, akkor a mindkét tüdőm tele lesz apró sejtes tüdőszövet szaporulattal. Ha valaki más halála miatt aggódom, akkor viszont egy, esetleg két góc lesz a tüdőmben. Szövetszaporulat, nincs róla semmilyen különösebb tünetünk, de hát a megoldásban jön a véres gennyes köpet, az erős izzadás, éjszaka, láz, hidegrázás, minden, és az lesz az a történet, amikor gyakorlatilag úgy megijedünk a véres köpettől, hogy az újraindítja az egész folyamatot, és akkor így fognak kialakulni a TBC-s kavernák a beteg tüdejében, de ha nem oldja meg, akkor az állandó szövetszaporulat, ugye tüdőrákot fog okozni, ha pedig mondjuk a függőgyógyulásban van ez az egész történet, akkor tüdőtágulás vagy emfizéma alakul ki, de be is okozódhatnak ezek a szövetszaporulatok, és akkor elmeszesedett gócok jönnek létre. Volt egy történet, ahol hát éppen az volt a döbbenet, hogy ugye egy tehetős családról volt szó, de a hölgy a kutyájának mondjam azt, hogy a
haláltussája miatt élte meg a halálfélelmi konfliktust, és csinált egy gócot a tüdejébe, és hiába vitte el már a beteg hölgyet a családja a Balatonra vitorlázni, mert ezzel is rendelkeztek, ettől a hölgy nem gyógyult meg. Mert valójában azért döbbentette meg, és azért féltette a kutyáját, hogy elpusztul, mert számára az volt az egyetlen élő lény, akit annyira szeretett, hogy a halál félelme, a halál tusája benne szövetszaporulatot indított el. Na miért? Mert társas magányban élt. Hát ez a társas magány egy nagyon gyilkos érzés. Valahogy úgy bőrünk alá bemászik egy-egy helyzetben, mint az őszi apró szemű eső, hogy igen, mindenünk fázik tőle. Nagyon sokszor elmagányosodunk egy kapcsolatban. Annak a boncolgatásában most nem mennék bele, hogy ezen hogy alakult ki, miért, hogy lehetne változtatni, ezt majd az összefoglalóban mondjuk el, de ez az állapot, amikor úgy érezzük, hogy teljesen egyedül vagyunk, úgy érezzük az otthonunkban magunkat, mint egy vendég, aki éppen azt keresi, hogy hol lehet innen kimenni. Folyamatosan azt érezzük, hogy egyedül vagyunk, hogy minden elveszett. Ezekben az esetekben milyen szervi szintű érintettségünkről beszélhetünk? Ilyenkor lesz érintve a vesének az endodermális belső csiralemezből származó része, vagyis a vesegyűjtő csatornácska, és hát ez a vesegyűjtő csatorna szövetszaporulata lesz az, ami lezárja a vizeletnek a kijáratát, és összegyűlemlik a víz ott, ahol éppen még folyik valamilyen biológiai program, ugye ilyenkor szokott berobbanni a 2 éve fájdalmatlan lyukasfogunk, ilyenkor fog berobbanni a térdízületünk, ilyenkor fogunk köszvényt megélni, vagy bármi ilyen hirtelen dolgot, és ezek a tünetek csak arra utalnak, hogy a lezárt a vesegyűjtő csatorna. De most a magányosság érzése azért zárja le a vesegyűjtő csatornát, itt vissza kell lapozunk egészen oda, amikor még az élet a vízben volt, mert képzeljük el magunkat a partra vetett hal helyébe. Ugye? A partra vetett halnak az élettere az a víz, és nem a levegő. Tehát ha ő túl akar élni kint a parton, csak azt tudja csinálni, hogy a még rendelkezésre álló vizet magába visszatartja, és ezt a vesegyűjtő csatorna lezárásával tudja megcsinálni, mert szegényen ott egyedül ár van partra vetetten, és a létezését nagy veszélyben élve meg, ezt a túlélő programot fogja megcsinálni. Persze, erről a legnehezebb beszélni, a társas magányt valahogy szégyenként tekintjük, és nem merünk erről beszélni pontosan. Ez itt a legnagyobb csapda ebben a történetben, mert mindig azt mondjuk, de hát itt van a család, a rokonság, a gyerekek, az unokák, a szomszédnéni. Mindig tudnunk valami olyat mondani, hogy amik, de hát azért körülvesznek, itt vannak, de az, ahogy nekem fáj valami, az csak én élem meg, abban én teljesen egyedül vagyok. Bocsánat, az én testemben vannak különböző sejtszaporulatok. Én vagyok rákos, senki más, én vagyok a beteg, senki nem érti meg a fájdalmamat, minek nyafogjak? Igen, hát itt jön az be, hogy miért támogatjuk, hogy a párok együtt jöjjenek tanfolyamra, ha az egyik mondjuk beteg belőlük. Jöjjenek mind a ketten pont azért, hogy ezt előzzük meg, hogy tudja a másik, hogy valójában miről szól az egész betegségnek nevezett értelmes biológiai különprogram, hogy tudja, hogy mit kell segítenie, mert néha nem kell egy szót se szólni, elég, ha ott ül mellette és fogja a kezét. Tehát azt látni, hogy valaki már a megoldásban van, mert ilyen is volt, ugye? Emlékszünk rá, tüdődaganatos hölgyről volt szó, és beletette magát annyira a magányosságba, hogy itt, amikor már gyógyulási szakaszban volt, akkor váltott frekvenciát, tehát már teljesen túl volt az epileptoid krízisen is, és most már tényleg még napjai voltak hátra, hogy teljesen összeszedje magát, és akkor
a magányossági, hát szóval egyszerűen érthetetlen. És itt jön be az, hogy milyen embertelen a kórházi körülmény. Ugye a beteg ember a kórház konfliktust is úgy éli meg, mint akinek a létezése veszélyben van, behoztak ide engem meghalni, stb. Stb. Nem véletlen, hogy Hammer doktor azt mondja, hogy a vesegyűjtő csatorna szindróma megértése és megoldása fontosabb, mint az infarktus megértése. Ez bármilyen programunk van, ha belejön a magányosság és létezés konfliktusa, az pontot tesz a folyamat végére. Így van, ezért is nagyon fontos ismerni a germán gyógytudományt, mert másképp csak a sötétben tapogatózunk. Hát igen. Ameddig nem tudjuk, nem látjuk a kiutat, nem látjuk az alagút végén a fényt, addig mindig kétségek és kételyek fognak bennünket gyötörni. És az a megélése az egyik házastársnak, hogy a párja valami nagyon sötét ügyben lehet benne, akkor ne csodálkozzon, ha kialakul a kolobóma a szemén, tehát láthatjuk a pupillának az elváltozását, hisz mondtam, hogy az íris, vagyis a szivárványhártya, az valójában úgy működik, mint egy bél. Vannak körkörös összeszorító, és vannak sugárirányú, vagyis pupillát tágító izmai. És itt a sejt szinten, a sejt szaporulat, majd annak a lebontása oda vezet, hogy a pupilla elalaptalanodik. Emlékszel arra a történetre, amikor a feleséget felhasználta a férj, hogy fuvarozzon bizonyos dolgokat? Igen, 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 igen. Egy nagyon sötét ügybe keveredett az illető, illetve mondanék egy másik példát is, ez egy olyan történet, amikor a szülés után vette észre a hölgy, hogy így néz ki a pupillája, és nagyon sokáig, amíg a germán gyógytudományt nem ismerte meg, azt gondolta, hogy biztos a szülési erőlködéstől lett ilyen. Amikor viszont erre rákérdeztünk, akkor kiderült, hogy attól félt, hogy a férje sötét dolgokat vállal fel azért, hogy új családtagot, a frissen megszületett kisgyereket is el tudják látni anyagilag, és illegális dolgok árulásába és kereskedésébe fogott a társ. Tehát így van. Akkor döbbent meg, amikor bement hogy szülni, ez, hogy miről van. Is van szó. Hát na, de férfiakról is. Itt most külön kell ugye venni a férfiak és nőknek mondjam azt, hogy a agytörzsi reakcióját. Itt tudnunk kell, hogy az ondóváladéknak a túlnyomó részét a prostata adja. Na most a prostata az a belső csirralemezből származik, konfliktus aktív szakaszban sejtett szaporít, hogy még több prostata váladékkal, még több legyen az ondóváladék, és a lebontásban jönnek a nagyon-nagyon kellemetlen fájdalmak, amikor is lázzal, iriszakai izzadással, de a program de a végére le fog bomlani a prostatának a felesleges része, és újra rendesen fog tudni vizelni az illető. Ugye itt a konfliktus aktív szakaszban vizelet tünetek jelentkeznek, hiszen amint látjuk ezen a rajzon is, a húgycső itt a húgyhólyagban felül, és a húgycső az a prostatán keresztül vezet ki. Tehát, hogyha a prostata szövetállománya felszaporodik, akkor összeszűkül, összeszorítja a vizelet kiáratát, és hát ez lesz az az ember, aki ott áll a WC-nél, és mellette már négyen elvégezték a dolgukat, és erőlködik, hogy kinyomja a vizeletet. Na de mi is itt a konfliktus? Pontosan arról van szó, hogy valamilyen szinten te imponálni szeretne a hölgynek. Hogy most milyen indítékból, ez már egy másik kérdés, de mindenképpen bizonyítani akarja, hogy ő a megfelelő társa annak az illető hölgynek. Nagyon érdekes és szerteágazó történetek vannak itt, uraim, kezdve attól, hogy a feleség az mit tudom, hogy minden reggel ott van a
misén, és minden reggel gyúrni megy, és gyanús lát, gyanút fogunk, hogy ez az asszony, ez lehet, hogy plátói módon, de szerelmes a papba, de azért a nők is tudnak tenni azért, hogy a férfi embernél beinduljon egy ilyen prostata program. Nagyon köszönöm, hogy erre külön ki tudunk most térni, Karesz, mert rengeteg olyan esetről hallunk, vagy találkozunk a konzultációink során, amikor nagyon fiatal embereknek igen, van prostata problémája. Így van. Ilyenkor mindig a párkapcsolatban keresendő a történet. Igen. Hölgyeim, mindenféle szemrehányás, vagy lelkiismeret furdalás nélkül. Ha legalább önmagunknak bevalljuk, hogy néha a nonverbális kommunikációnk az teljesen mást mond, mint amit mi szeretnénk jelezni. Gondolok itt most csak egy legyintésre, egy, na, ezen is túl vagyunk mondaton, igen. Vagy egy heves vita során kimondott sértés, hogy az exem az jobb volt, vagy ez nem volt semmire se jó, vagy azokra az arckifejezésekre, amelyekkel a padlót figyeljük, hogy essünk már rajta túl végül, és ma kedd van, vagy szerda, tehát ma kell, de amúgy én ezt nem élvezem. De ugyanez az ocsmány genitális konfliktust élik meg akkor, amikor a férfiak azt érzik, hogy nekünk ők nem kellenek, valami miatt eltávolítjuk őket. Igen. Mert mindannyiunknak megvannak a maga szereprepertoáriai. Nagyon sok hölgy él a fejfájás exküzéjével, hogyha szabad így fogalmazni. Nagyon sokszor egy párkapcsolatban kialakult vitát, azt bevisszük a hálószobába. Igen. Gyakorlatilag ezzel büntetjük a társunkat, mert haragszunk rá, mert azelőtt másfél órával a nappaliban nem adott igazat egy témában. No, megállj csak, akkor majd ennek lesz folytatása. De ugyancsak ezt éli meg akkor is, amikor szeretne meghódítani bennünket, mert mi valamilyen néha morális, vagy valamilyen vélt elképzelés miatt azt gondoljuk, hogy egy jó asszony azért úgy viselkedik, hogy nem adja jelét az érdeklődésének. Mi nők nagyon prüdek is tudunk néha lenni, mert hát a kezdeményezés a férfi dolga. Igen, igen ám, de ha visszafele gondolkodunk, ha megfordítjuk ezt a helyzetet, vajon nekünk hogy esne az, hogyha minden egyes alkalommal meg kellene küzdenünk azért a kapcsolatért, azért az együttlétért. Vagy hallottam egy olyan történetet is, ami kicsit vicces, de ugyanakkor nagyon szomorú, hogy drágám, a veled levő, tehát a veled való szexuális együttlét olyan, mint a karácsony, vagy a húsvét. És a hölgy is nagyon, nagyon felelkesült, hogy annyira ünnepi, és azt mondta szó szerint a férfi, hogy nem, 40 napig kell érte böjtölni. Hát az a 40 nap, az biztos, hogy beindít nála egy prostata programot. Így van, de csak gondoljunk a szülés utáni időszakra. Amikor teljesen átminősülünk, amikor már nem a női megnyilvánulási formáink vannak, hanem az anyai. Néha belefeledkezünk ebbe az állapotba, elfelejtünk visszatérni abba a helyzetbe, hogy mi nem csak anyák vagyunk, hanem feleségek és nők is. Ilyenkor a megváltozott erőviszonyok miatt, amikor én elutasítom nőként a társamat, amikor a társamban, ha ő igazán mélységesen és belsőségesen kötődik hozzám, felmerül a vágy, hogy újra meghódítson. Nem kell itt semmiféle extra házasságunk kívüli szálakra gondolni. Figyeljünk csak oda, hogy hogyan viselkedünk a párkapcsolaton belül. És kedves hölgyeim, mindig felmerül bennünk ilyenkor az a történet, hogy hát akkor vajon ebben az időszakban nem-e kódorog el a párunk? Van-e valaki-e? És itt most szeretném a kérdést megfordítani, hogy nem az a lényeg, hogy ki-e van, hanem hogy ki-e nincs. Ez nagyon-nagyon jó meglátás, Réka. Hogy ki-e nincs, igen. Mert mindahányszor, amikor valamilyen szexualitásunkban megélt
ocsmány konfliktust élünk meg, mert mi nők is tudunk ilyet megélni, akkor a métes nyálkahártyánkkal reagálunk. Hogy ismered, Így van. Paresz? Hát itt jön be, mondjam így, hogy a prostitúció kérdése, mert elég, ha valaki után, nyilvánosan utána kiabálják ezt a szót a Q-betűs változattal, de elég, ha valaki annak érzi magát, mert nem azzal a férfival van, akit ő valójában szeret. Még az Persze, is lehet, hogy szereti, lehet, csak épp most nincs kedve, de inkább megteszi, mert tudja, hogy így békén marad, amúgy is szerda van, R-betűs nap, és akkor, ma kell, és aztán csütörtök, és vége van a hétnek. És nincs préntek? Nincs préntek. Préntek nincsen. Jó, ezt elhumorizáltuk. Igen, de ez egy nagyon vannak, komoly történet. Igen, ez komoly történet, mert ugye konfliktus aktív szakaszban beindul minden ilyen ocsmány, félig genitális konfliktus, tehát ami nem feltétlenül szexualitásról szól, de azzal kapcsolatos történet, megjegyzés, amit a nőt a nőiségében gyaláz meg. Gondolok itt egy olyan elszólásra, hogy amit mondjuk az anyósok az előéletünkre tudnak tenni. Hát természetesen, igen. Na most hát ez azért van az embernek két füle, hogy használja, de hát úgy látszik csak megakad egy-egy ilyen Q-betűs szó. És a lényeg az, hogy a konfliktus aktív szakasz mindig arról szól, hogy túlszaporítjuk a mi nyálkahártyát, és a megoldási szakasz azt jelenti viszont, hogy a gombák fognak lebontani, és természetes, hogy jön a fehér folyás a két menzesz között, és ez egy ciklikusan újra jelentkező dolog, tehát a női programokkal kapcsolatosan is erre kitértem. És itt azt is tudomásul kell venni, hogy a gyermeket kislánykorában, még az első menzesz előtt ért hasonló megjegyzés is beindítja arra, hogy folyamatosan legyen fehér folyása. Nincs még szexuális kapcsolata, még szűz a drágám, és mégis van fehér folyása. Miért? Mert az anyja egyszer azt mondta, hogy úgy nézel ki, mint egy kú, és innentől kezdve az anyuka sintként ott szerepel. Tehát vigyázzunk arra, hogy mit mondunk egy hercegnőnek, hogyan kommunikálunk, mit lát ez a gyermek televízióban és mindenütt ebben a agyon informált világban. És ha már a gyerekekről beszéltünk, akkor a gyerek hordásában, kihordásában, a gyerek vállalásában is azért rengeteg buktató és érzelmi hullámvölgy és hullámhegy van. Mi történik ezekben az esetekben, amikor nagyon szeretnénk gyereket? Hát ugyanaz, mint amikor az történik, amikor nagyon nem szeretnék gyereket. Ugye a biológia túlélésért dolgozik, és ha én nem szeretnék, ő akkor is beindítja, és akkor is, ha nagyon szeretnék, akkor is beindítja a konfliktus aktív szakaszban a mély izomzatnak a túlszaporodását. Sima izom szaporulatról van szó. És ne keverjük össze a miómát az úgynevezett mély test daganattal. Egy pillanatra visszahozom az előző képet. Itt azt látjuk, amikor a mélyen, a mély üregen belül a nyálkahártya szaporodott túl, ez már nem menstruáló hölgynél előfordulhat, és nem szexuális konfliktusra, hanem veszteségkonfliktusra. De csak azért mondom, amikor mélytest daganatról beszélnek, akkor a mély nyálkahártya le nem bontott dolgairól van szó, amikor meg miómáról beszélek, akkor a sima izom túlszaporodásáról van szó, azért, mert nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék gyereket, vagy nagyon jó nekem ez a pasas, csak gyereket nem akarok tőle. Minden nagyon jó, de azt nem. És akkor lesz mióma belőle. De ott vannak azok a párok, akiknek nem jön össze a gyermek, lásd múlt heti előadás, és járják a Káli intézetet 5 éve. Garantálom, hogy a hölgynek a mély óhaja miatt már ott van a mély testében a izom tömegszaporodás. Ez egy azt hiszem minden nőt érintő program. Igen. És nem tudom, hogy tudják-e a lépést tartani a konfliktusokkal, vagy a megélésekkel. Szeretném javasolni azt, hogy a falat konfliktusok
kivesézésénél most Igen. álljunk le, és a következő webkonferencia témája pedig Hát a a további. további programok lesznek, a támadás és bemocskoltság, illetve gondozás konfliktusok.